Az energetikai és gazdasági együttműködések erősítésének fontosságát hangsúlyozta Novák Katalin köztársasági elnök a Bahreini királyságban tett látogatásán. Az államfőt Bahrein királya is fogadta, akivel egyetértettek abban, hogy mihamarabb békére van szükség Ukrajnában. Novák Katalin kiemelte, a két ország kultúrája látszólag különbözik egymástól, de a hagyományos értékek védelme tekintetében nagyon hasonlítanak. Bahrein a Perzsa-öbölben fekszik, a térség szomszédos az olajban igencsak gazdag Szaúd-Arábiával. Az ukrán-orosz háború kitörése óta és az európai energiaválság miatt a térség igencsak felértékelődött. Novák Katalin látogatása azonban nem csak emiatt fontos, Bahreinbe ugyanis korábban még soha nem érkezett magyar köztársasági elnök. Ő felsége Hamad bin Isa al-Khalifa Bahrein királya az elnöki palotában fogadta Novák Katalin köztársasági elnököt. Elsősorban energiabiztonságról és gazdasági együttműködésekről tárgyaltak, de szóba került az ukrán-orosz háború is. A kultúráink látszólag különböznek egymástól, közben van, amiben hasonlítunk, meg akarjuk őrizni az értékeinket és hagyományainkat, fogalmazott Novák Katalin, aki az ukrán-orosz háborúról is beszélt. Azt mondta, hazánknak azért is fontos a mielőbbi béke, mert a háború Magyarország közvetlen szomszédságában zajlik. Novák Katalin felhívta a bahreini király figyelmét arra, hogy Kárpátalján több mint 150 ezer magyar él, így a háborúnak mielőbb véget kell vetni. A két ország között szoros és régóta fennálló barátság van, ezt már Hamad bahreini király mondta. Önök baráti országának hosszú és előkelő a története, gazdag civilizációja és kultúrája, valamint népének kiemelkedő teljesítménye van, fogalmazott a király, aki hozzátette, Bahrein elkötelezett abban, hogy a két ország közötti kétoldalú együttműködések tovább mélyüljenek, fogalmazott Bahrein királya. Novák Katalin később Salman bin Hamad al-Khalifa trónörökös miniszterelnökkel a bahreini állami gazdaságfejlesztési alap bemutatásán is részt vett. Az államfő azt mondta, Magyarország támogatja Bahrein schengeni vízummentességét, de a MOL csoport képviselői is aláírtak együttműködési megállapodásokat bahreini vállalatokkal. Szeretnénk egy üzemet létrehozni itt Bahreinben. Az üzemnek a gyártás technológiai célja az, hogy felhasznált, régen használt gumiabroncsokból gyártanánk aszfaltot. A közel-keleti országok nagy tapasztalattal rendelkeznek a szénhidrogének kitermelésében, és nagy termelési kapacitásaik vannak. Erről Steiner Attila államtitkár beszélt a híradónak. Azt mondta, Magyarországon is léteznek olyan technológiák, amelyek a bahreini fél számára érdekesek lehetnek, ezeket tudják átadni a MOL szakemberei. Például hogyan lehet már kimerülőben lévő földgázmezőkből, olajmezőkből több szénhidrogént kibányászni, úgyhogy erről is szólt például az egyik megállapodás, hogy itt a MOL ad majd át egy olyan tudást a bahreini fél számára, amik számukra is nagyon hasznos lehet. Steiner Attila hozzátette, a magas szintű látogatások előnye, hogy rávilágítanak arra, hol nyílik lehetőség az együttműködésre, különösen a beruházások és az energetika területén.